Ebben a sorozatban meg fogjuk vizsgálni azt, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az atya, a fiú, Israel, és vajon mi a helyzet a Szent Háromsággal, vagy a Szent Kettősséggel, mi a szerepe a Szent Léleknek, a Ruáknak, de fókusz azon lesz, hogy megértsük azt, hogy Jahua az atya, és Jahusa a fiú nem egy és ugyanaz a fiú, nem az atya a földön, hanem az atyát képviseli, az atyát jeleníti meg számunkra a Földön. Az atya soha nem látta senki, és nem is fogja mindaddig, amíg meg nem változunk testben. Ez a célja ennek a rövid sorozatnak. Úgyhogy remélem hasznosnak fogjátok találni. Nézzük meg Avri zsidókhoz 10, fejezet 4-7-es verseket. Így szó, mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. Azért a világba bejövetelkor így szó áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem. Égő és bűnét való áldozatokat nem kedveltél, akkor mondám, ímé, itt vagyok, a könyv fejezetében írva vagyok rólam, hogy cselekedjem, ó Elohim, a te akaratodat ki ez, aki itt beszél, és még mindig arról beszél, hogy Elohim akaratát cselekszi. Ha valaki valakinek az akaratát cselekszi, a kettő nem lehet egyenrangú. Ezt próbáltam érzékeltetni mindvégig ezzel a sorozattal. Az atya és a fiú alárendelő viszonyban működik. Az atya az első utána következik a fiú, és a fiú az atya akaratát dicséri. Ez nem azt jelenti, hogy a fiú nem jelentősége csökken az amit mi gondolunk. Ez épp ellenkezőleg, ez azt jelenti, hogy az atya jelentőséget növekedni kellene. Mindenkinek meg kellene érteni azt, hogy ez az atyáról szól. Az, hogy neki juttassuk el a dicsőséget. A fiún keresztül. Ezek a törvények, melyeket cselekedniük kellett, az állatáldozati törvények, ezek hozzá lettek adva. Ezek nem elsődleges törvényei a szövetségnek. A szövetségnek a, az úgynevezett tora a törvénye. ha Aki az szerint él, annak nem kell gondolkodnia a bikák és a bakok megöléséről. Ezért mondja az, hogy ezzel lehetetlen a bűnöket eltörölni. Azonban testet alkotott nekik. Melyen, melyik ez a test? Jehussá, ha a szó, aki köztünk járt, erről beszél? Ez az a test, amiről beszél. Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél. Miért? Azért, mert engedelmességet akart az emberektől. Erre tanít meg minket a messia többek közt áldozatot vállal a világ bűneiért, visszavezeti Israel és Jehuda népét a szövetségbe, és gyakorlatilag feltámasztja őket a halálból, hiszen a büntetésük halál lenne, ugyanúgy, ahogy elvállalja az áldozat szerepét is, az egész világért. Plusz megmutatja azt, hogy mi is az út, hogyan kell élni, mik az igazi törvények, mi az engedelmesség, az alázat, mi a szeretet ez az ő funkciója, nem egy funkciója van, számtalan funkciója van. Ímé itt vagyok, a könyv fejezetében írva vagyok róla. Miért? Mert róla szól az egész könyv, ahogy megnéztük. Bárhol nyitjuk fel, mindenhol arról van szó, ami tulajdonképpen a siák amit mi Jahussá másják néven ismerünk. Ő az, akiről a könyv szól. Miért? Mert ő a szó, ami, ami testre töltött. Tényleg a szava? Az atya szava. Ez egy szó szerint idézet mellesleg Tehelim, Zsoltárok 40-es fejezetből. Jehova, te nem gyönyörködsz véres áldozatban, vagy étel áldozatban. Te fülemet megnyitottad, hogy megértsem. Mit keresítesz, hogy füledet megnyitottam, hogy megértsem, mikor azt mondja, hogy áldozat és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem? Hogy lehetséges az, hogy Ebben a fordításban nem azt írja, hiszen ez, ez egy idézet innen. A Károliban nincs is benne ez a vers. Illetve ez a sor. Csak egyszerűen annyi, hogy égő áldozatot, bűnét való áldozatot sem kívántál. Ez a sor kimaradt a károli fordításból, hogy de testet alkottál nékem. A Károliban nem szerepel, és a. a könnyített verzióban pedig úgy szerepel, hogy fülemet megnyitottad. De ha megnézzük, akkor látjuk azt, hogy az ókori görög fordításban, az Elixixben, vagyis a Septuagintában az van, hogy testet alkottál nekem. Az, ami itt van, Avril zsidókhoz tízes fejezetben. Úgyhogy nem ugyanolyan minden verzió. És ezért érdemes több verziót olvasni. Zsoltárok, Tehelim, itt van világosan, testet alkottál nekem. Uram, Jahua, te nem gyönyörködsz véres áldozatban, vagy ételáldozatban, ugye ugyan ezt írja itt is, de testet alkottál nékem, míg az elixix szintén ezt írja, Jahua, te nem gyönyörködsz véres áldozatban, vagy étel áldozatban, de testet alkottál nekem, hogy megértsem. Így szól az a verzió. Mit az, hogy nem égő áldozat, sem vétek áldozat, amit kívánsz. Hanem mi. Engedelmesség. Mihez engedelmesség? Ahhoz, ami a könyvtekercsben írva van. Az ő szava. Mi a, mi a vágya? Minden vágyam, hogy akaratot teljesítsem Elohim, hiszen tanításod a szívemben hordozom. Ez Elohim vágya. Ez kellene, hogy a mi vágyunk legyen. Ő azt akarja, hogy az ő tanítása, ami szívünkben legyen. Mi pedig azt kellene, hogy akarjuk, hogy az ő tanítása, ami szívünkben van. Így kerülhetünk közel hozzá. Ez az, amit a Mesiák megmutatott. Azonban Jehova az, aki testet alkotott néki. Ő az, akinek az akaratát cselekszik. Testet alkotott neki azért, hogy beteljesedjék az írás, ami a Hukonon 19-es fejezetben így szól, az ő csontja meg ne töröttessék. Testben el kellett, hogy jöjjön a szó ahhoz, hogy ez beteljesülhessen. Hiszen egyébként az angyal, Jahua nem képes meghalni, vagy megsérülni olyan módon, amit az emberek képesek elkövetni. Érdekes a 37-es másod ismét így szól az írás, néznek majd arra, akit által szegeztek. Ahogy mondtam, az egész könyv erről szól. Ez a lényege. Ez az atya terve, hogy az emberiséget visszahozza magához. Azt, aki ezt az utat választja. Nem lehet eltörni a csontját egy angyalnak, vagy pedig átszegezni. Mi, melyik az az írás, ami így szól? Ez nem más, mint Zekeriahu hogy Zakariás 12-es fejezet 9-től 10-ig, és azon a napon lesz, hogy kész elveszteni minden pogányt, aki Jeruzsálemre támadnak, Daud házára, Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és a könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, mint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az első szülött után. Ja Husa, az, aki ezt az üzenetet is közvetíti, azért, hogy Zakariás le tudja írni. De rám tekintenek, akit átszegeztek. Mit mondja Hukanon, néznek majd arra, akit által szegeztek. Hiszen tudta, hogy el fog jönni. Ezt próbáltam magyarázni nekik mindvégig. A, a különböző rendtartásokkal, a szokásokkal, a törvényekkel vezette az emberiséget maga felé az atya, Yahusha másják, vagy az angyal, Yahua segítségével. Siratják az egyetlen fiút keseregnek utána, amit keseregnek az első szülött után, hiszen ő volt az első szülött. Pontosan erről ír Kolosséjakhoz írt levelének első fejezetében Saul 14-20-as versig így kiben van a mi váltságunk, az ő vére által bűneinknek bocsánata. Jahusá Hamásiák, miért? Azért, mert ő volt az a bárány, aki elveszi a világ bűneit. Aki képe a láthatatlan Elohimnek. Minden teremtmények előtte született. Ő a képe a láthatatlan Elohimnek. Miért? Mert ő úgy viselkedik, ahogy az atya Viselkedik. Ő az ő üzenetét közvetíti, hogyan úgy, hogy az atya törvényei, az ő kebelében van. Ezt kérte az előbb, ezt mondta, hogy ezért alkotta a testet, és ezért ez az üzenet, amit elhoz, ő a képe, ő nem az, ő a képe. Minden teremtmények előtte született. Ő az első, aki született, de született. Az atya nem született. Az atya a kezdetektől fogva volt ez, akiről itt beszél Saul, aki a mi váltságunk, aki a bűneinknek bocsánata, aki a képe Elohimnek, ez minden teremtmények előtt született, ez nem lehet egyenrangú az atyával. Mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben, a földön. Ez ugye a Hökönön első fejezet, a szó, aki köztünk volt, aki Elohimmal volt, és aki Elohim volt, és minden által teremtetett, ami teremtetett. És a Földön láthatók, láthatatlanok. Miért láthatók? Láthatók, amit mi látunk, láthatatlanok azok, amik a spirituális birodalomban élnek. Az angyalok és a különböző egyéb euh, teremtmények. Akár királyszékek, uraságok, fejedelemségek, hatalmasságok. Nem csak a mi birodalmunkban, hanem a spirituális birodalomban is. Először született, mert ő volt Elohim szava. Onnantól kezdve ő általa teremtett mindent Jahua az Atya. Erről is szó volt korábban, egy korábbi részben, ugyanebben a sorozatban. Mindenek ő általa és őre áll nézve teremtette. Mindent ő teremtett, azonban ő is született. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Miért? Azért, mert minden teremtmények előtt született. Ő a feje a testnek, az, egyházak, a gyülekezetnek, az ekléziának, azoknak, akik azon az úton járnak, amit ő kijelölt, nem azoknak, akik magukat egyháznak hívják. Ő a feje ennek. Miért? Mert a test úgy működik, ahogy a fej akarja. Aki ellenére megy a fejnek, aki nem úgy él, ahogy a fej élt, az nem része az egyháznak, vagyis a gyülekezetnek. Aki a kezdet, az elsőszülött a holtak közül, hiszen ő volt az első, aki, aki feltámadt. Ő volt mindvégig az első szülött. Hogy mindenekben ő legyen az első, hiszen mindenben ő az első, így miért? Azért, mert minden előtt született, mert ő teremtette először Jakó az atya, és utána ő támadt fel először, így mindenekben ő az első. Ki? Jehusák másiák, Malák Jahua, az angyal Jahua, Jézus, az Úr angyala. Ő az első mindenbe. Mert tetszett, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség. Kinek tetszett? Az atyának. Nem Istennek, az atyának tetszett, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség. Ki az abban, aki a mi váltságunk, aki bűneinknek bocsálta? Ki az? Ime, Yahusha, Elohim báránya, aki elveszi a világ bűneit. Jahukanon 1.29. Ő az, akiről szó van. Ő benne lakozik a teljesség. Miért? Mert ő az, akinek Elohim törvénye tökéletesen a szívében van. Aki lehozta azt a tanakban, aki megmutatta a pritkarasában, hogy hogyan kell azt élni, hogyan kell azt szerint élni. Ezért ő a teljesség. Ő az, aki meghalt, feltámadt az áldozatával a bűnöket átvállalta, nem csak Israel és Jehuda, hanem az egész világ bűneit, és utána most közben jár, mint főpap a mennyekben, a mi bűneinkért, ő az első mindenben. Huszas, és hogy ő általa békeltesse meg mindent magával, békességet szerezvén az ő karójának, keresztények vére által Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. Ugyanúgy, hogy mindenki más. Saul is tökéletesen megértette az üzenetet. Mindenki más, úgy értem, aki ebben a könyvben szerepel. A valóságban ez egyáltalán nem így van. Azok, akik írtak és megnyilatkoznak a könyvben, ugyanúgy, ahogy Saul értik azt, hogy milyen viszonyban áll az atya és a fiú. És ezekből a versekből egyértelmű kell, hogy legyen mindenki számára, hogy milyen az a viszony. Az atya, majd a fiú, majd Israel, majd a világ ez az, amit nagyszerűen elmagyaráz Saul, és ugyanolyan nagyszerűen, mint mindig. Nem egyszerű megérteni azonban az ember meg tudja érteni, ha érti a többi. Jelenések könyve első fejezet szintén említést tesz a halottak közül első szülőtről, mégpedig a 4-es, 5-ös versben. A a hét gyülekezetnek, mely Ázsiában van, és kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki vala, és aki eljövendő. E, másik e, sem ott, második Mózes 3 fejezet, és mondta Elohim Mosénak Mózesnek vagyok, aki vagyok. Aki van, vala és eljövendő. És a hét lélektől, mely az ő királyi széke előtt van. És Jehusák másiáktól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött és a föld királyainak fejedelme. Ő a hű tanúbizonyság, mire arra, hogy hogyan kellene élni. Ő az áldozat, ő az, aki megmutatja az utat, ő a tanúbizonyság, jahúság, másják. Az atya, a lélek és a fiú, aki elsőszülött a halottak közül. Akit az atya teremtett. Annak, aki minket szeretett és megmosott bennünket, ami bűneinkből az ő vére állta. Ez ugye a jahúság, ha más ilyen? És tett minket királyokká és papokká az ő hatalmasságának és atyának. Akkor ezek úgy lehet azt mondani, hogy, hogy ő, ő egyenrangú vele és és, és egyenlő. Mikor, mikor azt mondja, hogy, hogy az ő hatalmasságának és atyának tett minket papokká és királya. Annak dicsőség és hatalom mindörökké, Amen. Az, hogy dicsőséget és hatalmat akarja hussák a másiknak, az nem jelenti azt, hogy ő egyenrangú az atyával, vagy hogy ő a legmagasabb rangú. Az atya az, aki ezeket a, a dolgokat kiosztja. Ő az, aki úgy akarja, hogy az ő szava kapjon dicsőséget. Miért? Mert akkor ő kap dicsőséget és a hatalom természetesen az ő. Ő az ő szavának fogja adni a hatalmat. Ez az, ami megítél mindenkit az utolsó időben, tetszik vagy sem. Azonban még ő is az ő hatalmasságának és atyának tett minket, valamennyiünket papoká és királyokká. De hogy gondolhatja azt valaki, hogy király lesz vagy pap, úgy, ha úgy él, mint egy pogány, és nem is ismeri a törvényt, nem az, hogy nem ismeri, hanem, hanem utálja. Azt mondja, hogy ez egy rabság, ez egy átlag. Hogy gondolja az az ember, hogy ő majd pap lesz, vagy király, mikor egy betűt sem ismer a törvényből? Mi a törvény? Mózes törvénye. Aki nem tudja azt, az hogy lesz majd papá és királya? Hogy fog igazságot szolgáltatni a királyságban úgy, hogy fogalma sincs semmiről? Nem is érdekli, sőt, tulajdonképpen megveti az egészet ő neki dicsőség. Elohim szavának. Elohim szava az, ami elvezeti az embereket az útra, és ennek adunk dicsőséget, ezé a hatalom, így ő majd királyá és pappá tesz minket. Az atyának. Hiszen minden visszavezet az atyához végezetül. Ímé eljö a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is. Siratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van, ámén. Még akik által szegezték is, erről is szó volt már az által szegezésről. Ő az, aki eljön. Elohim szava. Elhozza majd az ítéletet magával. Ő lesz a világon a föld királyainak fejedelme. Ő az, aki majd a vasveszővel uralkodik a földön. Kinek az engedélyével és kinek az akaratából az ő hatalmasságának és Atyának. Következő részben meg fogjuk nézni magát, a, az esküvőt, a mennyegzőt, és hogy ez hogyan bizonyítja azt, hogy a kettő abszolút nem lehet egyenrangú és egy és ugyanaz. És ami a legfontosabb, az az, hogy az első esküvő nem az Atyával költetett, ezt már korábban megláthattuk. Meg fogjuk vizsgálni azt, hogy a következő sem köttethet az atyával, hiszen az lehetetleni tenni az egész nek a létrejöttét. Mindenkinek a legjobb a halleluja!